Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, beszélgessünk egy kicsit Call of Duty Modern Warfare 2019, és mi a régi benne? Ugye ez egy új engine kapott ez a, ez a játék, crossplay van benne, 64 fő lesz benne, vagy éppen akár 100 főt is ugye pletykálnak, hogy lesz benne, és, és tényleg újnak érzedik a játék, jobbnak érzedik a játék, taktikusabbnak érzedik a játék. A pályák fantasztikusan uh, vannak találva egyes pályáktól, agyfaszt fogsz kapni más pályákról, meg nagyon jó fog menni, mindegyik pálya más. És majd egy, egy, egy videóban kitérünk a pálya szerkezetekre egy kicsit jobban, de de alapvetően ez a Call of Duty, el tudom mondani, hogy más, de de, mindig van egy de mégis valami, valami ismerős benne, valami a régi benne, mégis, mintha a, a, az izom memóriám, az izom memória meg lenne még mindig, hogy, hogy vala, valahol, mintha játszottam volna öm, ezzel. És így sok, most már ugye jó pár játékon túl vagyok, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit, mitől érzem, Mitől, érzem, mitől van meg ez a izommemória? Miért nem kell nagyon sokat fókuszálnom arra, hogy tanuljak meg dolgokat ezzel kapcsolatban, ezzel a játékkal kapcsolatban? Mert egyes dolgok instant történnek meg velem. Azt mondják, hogy ebben a Call of Duty-ban a pályák már realisztikusan vannak megcsinálva, és el elvolatkoztattak a három útvonalas metódustól. Na most. Én azt mondom, hogy ez nem igazán um, igaz, én felelhető a három útvonalas részleg ezekben a, ezekben a pályákban, és egy kicsit meg vannak trükközve, de ugyanúgy uh, ott vannak, úgyhogy mondhatnám az egyik régi érzet, ami, ami itt van, hogy nem tévedek el annyira a pályán, uh, és az annak köszönhető, hogy valójában nem annyira szakítottak ezzel a ezzel a módszerrel. A másik ilyen dolog, hogy a fegyver érzet, amikor lövök valahol a Kod 4 MV2 MV3-as érára, tehát a kontroll a fegyvereknek um, arra emlékeztet, hasonló izommemóriával dolgozom, mint amikor azzal dolgozom, és, és azért tűnik annyira ismerősnek a, uh, a játék ebből a szempontból. A másik, hogy kiválóan implementálták a, az olyan dolgokat, mint a bunny hopping. Visszahozták a játékba, mint az instant lehasalás, vagy legugolás, ami megkönnyít, és ezek még mindig ott vannak benne az izom memóriába, és annak ellenére egy, egy, új engine csináltak, ezt kiválóan beleimplementálták, és nagyon jól ráéreztek arra, hogy, hogy, ez egy sajátossága a Call of Duty-nak, aminek muszáj belene lennie ahhoz, hogy a Call of Duty az legyen, ami. A másik érdekesség, ami feltűnt, bár nem tudok bizonyítékkal szolgálni rá igazából, az a radar frissítési rátája. Szóval, hogyha sokat kod kodnégeztél, akkor hozzászoktál ahhoz, hogy amikor behívtad az uav volt, akkor milyen frissítési rátával Uh, ment ugye végig a csík és akkor villantak fel az enemik a térképen és a felvillanásból tudtál következtetni arra, hogy hol járhat az enemi a következő felvillanásig, ezért nem lepődtél meg hogyha valami történt, és azt veszem észre, hogy ezt visszahozták azt a frissítési gyakoriságot uh, az uov ami ugyanúgy megvolt a kod 4-ben, és úgy éreztem hogy ilyen reflexből ki tudtam számolni a távolság két frissítés között, hogy nagyjából hol lesz az enemi és nagyon visz és egész pontosan sikerült ezt megcsinálni és úgy gondolom ez is annak köszönhető, hogy hogy ezt a ezt a jól bevált receptet, ami a Kod 4-ben volt, vagy meg mv7-ben, ezt ebbe ide visszarakták, hogy egy aféle Uh, izom memória, ami megmaradt régről, uh, az visszajön, és ebből szempontból nem csodálom, hogy hogy, hogy nagyon jól megy a játékosoknak ez a játék, mert ez ilyen apró cseprő dolgok, mint a bunny hopping, mint egy radar, mint, mint a pályaszerkezet, apró cseprő dolgok ott vannak, és a játékosoknak, akik kodoztak sokáig, ugye több ezer óráig, izom memóriába ott vannak, ezek, a, ezek az apró mozdulatok, amit amitől jobbá teszi őket, mint egy átlagos játékos, aki például csak most kezdi uh, a Call of Duty-t. A következő dolog, ami, ami azt mondanám, hogy a régi, a, azok a perkek. Egyszerűen a, a, összegyűjtötték a jobb perkeket, egy-két új van természetesen, de összegyűjtötték a jobb perkeket az eddigi Call of duty által uh, népszerűbb, Perkeket, és besűrítették ebbe a játékba, és tudod, hogy mire számíthatsz ettől a pertől, és tudod, hogy mire számíthatsz emiatt az ellenfelettől ettől a pertől, és tudod, hogy, hogy, hogy nincs nála semmi olyan perk, ami esetleg olyan um, előnyt adhat neki a csatába, ami, ami, ami nagyon ánfer lenne bizonyos szituációkban. Mire gondolok itt? MV2-ben rassolsz, és uh, ugye volt a késelős perké, már csak úgy hívom, hogy Lag Pro, nem is emlékszem az eredeti nevére, Lag Pro ugye. Mert akkor hát laggoltál a késelő, fél méterről leárt, és rassoltál a kis uh, submachine gun-oddal, befordultál a sarkon, próbálnád lőni, és egyszerűen 50 méterről lelaggolt a csáva, és leszúrt. És itt ugye ebben egy ilyen kulivitiban nincs, itt az győz, aki, aki erősebben fog, gyorsabban tud lőni, ennyi, ennyi, és, és, és ez megvan hogy, hogy uh, nem kell semmi olyanra számítanod az enemitől, ami, 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 megakadályozná a játék menetedet, ami aggodalommal töltene mondjuk így, hogy, hogy jaj, most mi lesz, hogyha bemegyek a ház és befordulok azon a sarkon, lehet egy faszom lakpros, vagy G18-as, vagy valami lelő, érted? Semmi overpowered, egyelőre, egyelőre, semmi overpowered nincs ilyen téren, a perkek, perkek téren se, de ahogy néztem a gunsmith nem is nagyon lesz. Ami a fegyvereket illeti, azt nem is tudom, csináljuk meg ebbe a csináljuk meg ebbe a videóba, ami, ami a fegyvereket illeti, eddig úgy éreztem, hogy a balansz az nagyon jó, Kivéve az MP7-nél. Az MP7 egy kicsit úgy tűnt, hogy képes darálni. Lehet, hogy egy ilyen fognak fog neki kelleni, de az MP7 alapvetően az összes többi fegyvernél egy, egy kiegyensúlyozott, egy balanszt érzékeltem, ami, ami eléggé uh, pozitív ebből a szempontból, is nem éreztem igazságtalannak egyik meccse meccse. Egyik fegyvernése éreztem azt, hogy ez biztos azért lőtt le, mert hogy ezzel a fegyverrel volt, és, valószínűleg ez a fegyver jobb is. Ilyen nincs. Aki lelőtt, az azért lőtt le, mert jobb volt, jobban célzott, a, a hitregisztráció az eddig, eddig úgy nézem, hogy nagyon jól működik, bár jó pinges meccseket fogtam ki, tehát nem az volt, hogy magas ping és a többi. A hitregisztráció jól működik, és nagyon, nagyon el, eldönti a meccset, az 1 v eket nagyon-nagyon eldönti, hogy melyik testrésre célzol. Tehát, hogyha már hasra célzol, nem ugyanaz, mint hogyha már hasra céloznál, és az rettentő módon eldönti, hogy ki lesz a nyertes abban az adott csatában. Srácok. Ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni, jobban rálátni el a Kologitil. Őszintén mondom nektek, hogy nem szeretném, ha luftot vásárolnátok ezzel a Call of duty val és higgyétek el, én magam is, én magam sem hiszem el, hogy ez tényleg ennyire jó. Tehát és és mindenben megpróbálok most ilyen pillanatban belekötni, amitől, amitől esetleg azt mondanám rá, hogy ne, 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 ne. Egyedül, amit nem tudunk, azok a mikrotranzakciók, és hogy mi lesz benne. Attól nagyon-nagyon félek, hogy mi lesz benne. De ettől függetlenül, ettől nem tudok nagyon kifogást találni rajta, hogy azt mondja, hogy ne, most ne neved meg ezt, ezt, a, ezt a játékot. És a mikrotranzakciók jönni fognak, de nem megjelenéskor. Kicsit később, amikor már több millióan megveszik a játékot, akkor később, oppá, hát elfelejtettük launchnál beleadni a mikrotranzakciókat, de most fél évvel később beleadjuk, és ugye mint meg kurva sokan megvetik a játékot, mert minden hülye YouTube videó is ajánlotta ezt a játékot nektek, hogy vedd meg, mert kurva jó, beleraknak valami mocskosok, gusztustalan mikrotranzakciót, hogy a fél év környékén, és csak azért, hogy jövőre majd az újonnan megjelenő Call of is megvásároljuk. Szóval remélem, hogy remélem, hogy nem kell csalódnunk most kivételesen ebben. Reméljük, hogy az Activision sokat tanult a hibáiból, és, és az Infinity Ward Kőkemény kézzel fogja ezt a játékot az Activision-től, hogy ne, ne kurvuljon el túlságosan. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni. Iratkozz fel, nyomd rá a, a, a kére, hogy további értesítéseket kapja videóimról. Sziasztok! We're at the HQ, stand by